más hozhatná össze az olasz életérzést, Kodály Zoltánt és a világhírű szólistákat, mint a budapesti tavaszi fesztivál. Ott jártunk a budapesti Olasz Kultúrintézetben, amikor április 22-én búcsút mondtak a március utolsó napján kezdődött színes programkavalkádnak. Egy hihetetlen este volt, számomra is egy meghatározó élmény és fellépés. Hát természetesen szólista kollégákkal is csodálatos volt, de hogy Medvecki karmester úrral dolgozhattam, mert ő nekem egy fogalom volt eddig, most is az, de hogy ezt személyesen megélhettem, csodálatos élmény vele dolgozni. A programban Kodály Zoltán kórusművei után a zeneszerző Budavári Tedeum című alkotása csendült fel többek között Schnöller Szabina előadásában. Az estről a szoprán énekesnőt kérdeztük, aki Svájcból tért haza a lehetőség kedvéért. Igen, októberben lesz 11 éve, hogy kimentem, mert az itthoni diplomám után Németh Juditnál végeztem Győröt, kikerültem Polgár Lászlóhoz. Ez is egy óriási dolognak számított, és az is volt, hihetetlen szép munka volt, amit a tanárúrral együtt tölthettünk, együtt dolgoztunk. Nagyon kötődöm Magyarországhoz, a hazámhoz, a családomhoz, nekem mindenki itt van, és mindig egy óriási boldogság, hogyha alkalom adódik arra, hogy itthon szerepelhessek. Megnyertem kint egy nemzetközi énekversenyt, aminek az volt a díja, hogy Verdi Traviátáját vihettük színre, ebből 12 előadás is volt, én a női főszerepet, Violettát alakíthattam, és ebből több szabadtéri előadás volt Svájcban, illetve a Bodeni Tónál Lindauban, a színházban, és a Zürichi Tonhalléba koncertszerűen, ami egy nagyon nagy dolog volt. Aztán 3 évig voltam egy kisebb színháznál Svájcban, ott Donnannát énekeltem, illetve Le hármas országából Lizát, Salieri Falstaffból Mrs. Fordot, szóval csupa változatos és szép nagy szerepeket. Júniusban lesz egy csodálatos koncert, mert idén van ugye a 150. évfordulója a monarchiának, illetve Ferenc József koronázásának, és ebből az apropóból a Mátyás templomba lesz egy csodálatos koncert, szintén a MÁV szimfonikusokkal, ahol Liszt koronázási misét fogjuk előadni, és Erkel magyar kantátéját. Ez utóbbi egy méltatlanul elfeledett mű, amelyet 6 évvel ezelőtt Somogyvári Ákossal a Budavári Hadtörténeti Múzeumban adtunk újra elő, sok-sok-sok-sok év után. Az Erkel kantáte nem a koronázás napján hangzott el 150 éve, hanem pár nappal később, bár szintén arra abból az apropóból íródott, úgyhogy most végre egyszerre a két mű egy napon egy helyen hangzik majd el, június 10-én.